Jó, hát na, tudjátok, hogy profi streamer vagyok. <laughs> jó, jó van, oké, okay. hát igen, pont erről beszéltem. Na jó, oké, okay, és akkor kezdjük. <laughs> Jaj, jó, pont az ilyen kis amatőrségek miatt szuper ez <laughs> a Jó, szóval, akkor még egyszer. <laughs> bocsi, Robi, elnézést, tényleg bocsi mindenkitől. Szóval, kezdjük előről. Sziasztok! Üdv ismét mindenkinek! Ez itt ismét egy Twitch élőadás, és remélem, hogy jól vagytok, minden ok és veletek. Ez az élőadás azért készül el, ugyanis véget ért a 30 nap 30 játék című kihívásom, ami ugye itt a twitch zajlott, aminek keretein belül összesen 36 darab streamet készítettem el, ami valójában 30 plusz 6, ugyebár, mert ugye a 30 streamet készítettem el 30 különböző játékról, amiből egyébként négyet meg is szavaztatok, ugye a streamek alatt, és ugye így alakult ki a végleges sorrendje ennek a dolognak. Legábbis az, hogy én játékokkal játszok, ezekre is már nyilván ki fogunk térni. Nagyon fontos az, hogy ebben az íróadásban, amit most csinálok, el fogom nektek mondani a különféle tapasztalataimat erről az utóbbi egy hónapról, ami egyébként, hát mondjuk úgy, hogy nagyon gyorsan eltelt. E, nem nagyon, nagyon furcsa egyébként e, egy pillanat. Jó. Szóval, tényleg nagyon furcsa számomra, egy ilyen gyorsan eltelt ez egy hónap. Úgyhogy, e... szia Armin! Hello! Nem működik a Twitch? Létezik? What? <laughs> Jó. Na. Oké, vagy csak közben olvastam a is. Igen, ugye, ahogy láttátok, már aki itt volt az elején, most ez a kinézet, ez még a 30-30 játékos, ezt még nem cseréltem le. Amit recseréltem egyébként, az, az alapvető, egyrészt ez az, az átmenet, ugye a különféle ö, vége, meg kezdő animációk, ezek ilyen loop animációk, ezeket csináltam meg, ugye. Ö, viszont magát ezt a fajta layoutot, ezt még ugye nem cseréltem le, de majd hamarosan lefogom. Uh, yes, sőt, egyébként olyan szinten ma csináltam meg ezeket a dolgokat, hogy ez az, á, ami az átmenet gyakorlatilag, a transition, azt gyakorlatilag egy a stream előtt egy ilyen 15 perccel rendereltem ki, úgyhogy de remélem, hogy tetszik nektek. Jó, hello Martin! Szia Martin! Látom, nektek is működik a dolog. Szóval, térünk vissza a dologra. Ebben az élőadásban, ahogy mondtam, el fogom mondani a tapasztalataimat az utóbbi egy hónapról, Uh, mutatok statisztikákat, hogy honnan hova jutottam, uh, illetve ha van kérdésetek ezzel az egész bármivel kapcsolatban, ami streamelés, vagy az utóbbi egy hónappal kapcsolatban, ezt, ezt írjátok meg, és akkor majd válaszolni fogok rá. Uh, legalábbis szerintem azt kéne csinálni, hogy majd lesz egy külön, uh, tehát egy külön álló kérdezfelelek szegmens, és akkor tegyétek föl a kérdéseiteket. De ezt majd is mondani fogom. Most egyről még ne. E, Sporrázni könnyű, így van. Hú, ezek egy picit még fejbe. Próbálom olyan szinten összerakni a dolgokat. E, még. ez nem, de készültem rá, sem azért, mert nem akartam, hanem így struktúrális szinten nem készültem. egyébként úgy készültem, hogy itt van előttem minden, amit ugye meg akarok mutatni, meg ilyesmi, de de az, hogy mit mondjak, meg hogy mondjak, mert tényleg. Annak ellenére hogy 30 napot átstreameltem, még így is, uh, látjátok, nem vagyok a legprofibb streamer, uh, még van bőven hova fejlődnem, és nyilván ez egy olyan út, amit közösen végig fogunk majd járni, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, ráérünk. <laughs> szóval annyit szeretnék kérni tőletek, hogy ha van kérdésetek, akkor azt uh, nem tudom, írjátok föl magatoknak, vagy ilyesmi, vagy jegyezzétek meg, és amikor lesz majd a kérdezfelek szegmens, akkor tegyétek föl, és válaszolni fogok rá. Elvileg hat néző van, úgyhogy üdvözlöm mind a hat nézőt, sziasztok! Oké, okay. kezdjük is szerintem azzal, hogy milyen is volt, sőt szerintem kezdjük a legelején, az, a leg, az, az azt szerintem a legfontosabb, hogy kezdjük a leges legelején. Hello, hello, szia Barni. Kezdjük a legelején, hogy miért is jött létre ez a 30 nap 30 játék kihívás. Hú, um, még május elsője előtt egy pár nappal, azt a második az péntek volt, ha jól emlékszem, igen és valamikor így, tehát annak a hétnek az elején, tehát hétfőn, vagy kedden ö, fogalmazódott meg bennem ez a dolog, ugyanis csináltam egy íróadást. Csak úgy, amúgy is csináltam egy íróadást, illetve a munkahelyemnél is ugye csináltam ö, jó pár íróadást, egyébként Facebookra, de az most lényegtelen, a lényeg az, hogy annyira belejöttem ebbe az íróadásos dologba, úgymond, tehát újra megjött hozzá egy ténylegesen a kedvem is ahhoz, hogy én csináljak, hogy igazából csak eszembe jutott ez a dolog, hogy mi lenne, hogyha minden nap streamálnék májusban. De ez tényleg csak így, így eszembe jutott. És hát <laughs> még a hét elején annyira nem foglalkoztam a érdembe. Olyan szempontból, hogy tényleg csak így ötletelgettem rajta, hogy fú, milyen király lesz majd ő, e, majd így, így kidolgozom, megcsinálom, meg tényleg. És ez olyan szintig fajult, hogy csütörtökön. Tehát május esélyt egy nappal raktam össze, egész nap szint, vagy hát egy túlzás egy egész nap, de hogy t -t -t -t, amikor volt rá időm, összeraktam azt, hogy a menetrendet, ugye, amit, amiről ti is tudtatok, ő, a vizuált, meg ugye az egészet, tehát konkrétan az egész struktúrát, az gyakorlatilag egy nap alatt raktam össze, vagy hát jó, úgy könnyű volt ezt egy nap alatt, hogy már ugye meg volt az alapvető ötlet, úgyhogy igen, és Timájus 1-én uh, kaptatok erről információt, legalábbis, uh, mert erre is vissza fogok térni, és mert meglátjátok a statisztikákban, hogy ezt most miért fogom mondani, de a lényeg az, hogy eleinte Instagramon, Facebookon, uh, YouTube közösségi felületen, tehát gyakorlatilag az ilyen posztolható felületekre uh, hirdettem meg először, hogy ez egy dolog lesz. Szia Dani, hello. Szóval. Szóval lényegében a legtöbb felületen meghirdettem azt, hogy ez egy dolog lesz, 30 napot fogok streamálni, ha van kedvetek, jöjjetek, twitch.tv per brownalóvanás yt, oda kell jönni, bekövetni és nézni. Ezzel egyébként uh, elkezdtek jönni a követők, tehát egy jó pár követőt azért már bőven még mielőtt streameltem volna, ugye, megszereztem, illetve nyilván streamek alatt is azért szereztem követőket, erről is majd fog beszélni, mindenről fog beszélni, csak így először így be akarom tízelni a dolgot. És hát ugye május másodika, az első nap, el is kezdtem a dolgot, és akkor még a vizuális kicsit másképp nézett ki, mint most ugye, meg az egésznek a feeling is kicsit más volt, hiszen Régen streameltem, főleg játékot, és nyilván nem tudtam, hogy hogy fog működni. Ennek ellenére működött, és én tök jól éreztem magamat, és egyébként ahogy elnéztem, ti is. Szerintem ez volt egyébként a legjobb. Ú, nyilván, akkor még csak talán hárban-négyen voltunk, Robi tudja a legjobban ezt a dolgot. Szia Brumi! Uh, Robi tudja szerintem a dolgot a legjobban, hiszen ő az, a egyébként végig itt volt. Tehát ez nagyon kemény, hogy Robi az kezdetek óta itt van. Nem tudom, mennyire emlékszel Robi, még az első írás, ami egy Eurotrack szimulátoros stream volt ugye, május másodikán de szerintem, ha voltunk hárman, négyen, de tök jó volt ettől függetlenül. Sőt, szerintem talán így elérhettük az öt vagy hat nézőt, így nagyon maximum, mert hogy így benéztek emberek, hogy jó, mi az, amit csinálok, még ilyesmi, de nyilván ez nem maradtak vég, de kb. egy ilyen három-négy fő volt az, aki ö, aki ténylegesen ö, ott volt és végig. Az első pár stream egyébként úgy eldöcögött olyan szempontból, hogy egy ilyen négy vagy öt néző volt talán maximum így a, 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 maximum, és egyre többen csatlakoztak olyan szinten, hogy a hónap közepére már körülbelül 10 volt így az átlag néző. Valójában a Twitch szerint 7, ami egyébként el tudom képzelni, hogy valóban így volt, de amit szerintem ti is láthatok meg ilyesmi, Uh, ha Aha, vezetés ott aha... <laughs> Jó. Um, szóval igen, a hónap közepén volt az, hogy körülbelül 10 néző volt az átlagos, és aztán egy picit lejjebb ment, majd így visszajött valamennyire, de körülbelül ez a 10 néző volt így az átlag, amit úgy... nagyon maximum tudtam hozni. Évként a Twitch szerint ez egy más statisztika, de hát ez teljesen érthető, hiszen ugye... Van, aki elmegy, van, aki jön. Meg hát nyilván ugye a Twitch az az adott streamen történt teljes átlagot nézi. Úgyhogy uh, nyilván emiatt más számok fognak jönni, ahogy látni fogjátok majd. Úgyhogy, uh, ja. Közben egy nagyon gyors frissítés, oké. Okay. Tíz ennyi? kiket hát mondanám, tíz néző és itt van tíz néző, super. Na. Úgyhogy az ötletet már tudjátok, hogy honnan indultam, vagy mi volt ennek az egésznek a, a, a kezdete, hogy honnan itt ez az ötlet. Elkezdtem őszintén szólva, a vége fele volt már az, tehát én már az utóbbi egy vagy két hétben volt az főleg hétvégenként, ugye amikor pluszba is streameltem, akkor éreztem azt úgy igazán, hogy fáradok. Tehát azok tényleg fárasztóak voltak ezek a hétvégi streamek, és nem azért, mert rosszak voltak, mert tök jók voltak, csak nyilván így egész nap a gép előtt ülni, figyelni a dolgokra, és közben azért jól is érezni magad, meg ilyesmi, és ez nem tudom, kicsit mentálisan azért megterhelő volt. Nem tudom, ez most így mennyire még szenz, de na. Köszi, Robi. Ja, úgyhogy alapvetően szerettem csinálni, meg tök jó, hogy ebből egy ilyen hobbi lett mondhatni, vagy hát egy ilyen egy ilyen habitus, de hobbit akartam mondani, tehát egy megszokás, hogy fogom és nyolckor streamelek minden nap. Volt olyan, hogy később kezdtem, talán kétszer, vagy háromszor volt olyan, hogy kilenckor kezdtem, illetve volt egyszer, hogy hétkor, illetve nyilván ugye a Minecraft-os streamek, de hát az, az egy külön dolog, de amik ugye ebbe a szegmensbe tartoznak, az, az ilyesmi. <laughs> Látom, közben az emótukat pörgetitek, nyomjátok, srácok. <laughs> Ez a, a az alájára, módja zseniális. <laughs> ja. Oké. Okay. Ami még fontos infó lehet ezzel a 30 nappal kapcsolatban, hogy. lehet még pontos? <laughs> Hát igen, ez a, ez a 30 nap, ez... Hát mondom így, főleg a végére volt fárasztó. Én te még ilyen fán volt, hogy így, jó izé, minden nap stream, meg és ugye főleg ezek a hétvégi streamek, amikor tényleg egész nap streameltem, aztán még pluszba játszottam is, tehát, hogy, hogy ez volt az, ami kicsit így kifárasztott, de egyébként szerintem magamhoz képest jól bírtam, legalábbis én rosszabbra számítottam, de szuper volt, és tényleg voltak olyan streamek, amik tényleg nagyon kiemelkedőek voltak, Hát ő, ugye hát, nyilván az Assassin's Creed Black flag volt a legzseniálisabb, hogy gyakorlatilag az összes bagot megtaláltam, sőt ismerőseimből pluszban pluszba így mondták és megírták is, hogy ők tényleg ez a, ezt a játékot nagyon szeretik, meg játszották, meg minden, és nem hiszik el, hogy én ezt hogy csináltam, vagy hogy találtam meg az összes bagot a játékban, de hát valahogy sikerült. Illetve amit még nagyon szerettem stream, az a tft és a Teamfight Tactics-es, ott inkább azért, mert tényleg a streamen belül gyakorlatilag fejlődtem, és az első meccsen még azt tudtam mit kell csinálni, stream vége felé meg már egész jó helyezést elértem. Sőt egyébként utólag még játszottam is egyébként minden nap egy körülbelül egy meccset, így gyakorlásképpen, meg ugye még pluszban játszottunk is a, a srácokkal, és ott is voltam például hogy második lettem szóval. Nagyon, nagyon jó játék, amúgy önmagában is, és szerintem tök király volt. Hát, ami nyilván mondjuk például rossz volt, az ugye a Modern Warfare, tehát az szerintem a legborzasztóbb volt, vagy ez a varzónos pontosabban. Az volt, az volt egy ilyen dolog. Um, ott főleg az én hibámból volt ez úgymond, mert technikailag nem volt meg az, ami kellett volna, emiatt elég élvezhetetlen lett a stream, pedig amúgy egy tök jó gépen van alapvetően, de tekintve, hogy például ott volt valami Bence, akinek egyébként egy ilyen NASA gépe van, még így is, Uh, még neki is egyébként. Hát nem azt mondom, hogy szaggatott a játék, csak hogy ő se tudja például útrán futtatni, vagy jobb grafikámban, hogy neki is szaggat, és ez egyébként tök dura. És úgyhogy én tényleg nagyon mindent kikapcsoltam a játékban, nagyon levittem a dolgokat, és még ugye én streameltem is. Tehát én gyakorlatilag ezt a kettőt egyszerre csináltam, és egyszerűen Én egy fps en volt egész stream alatt, ami borzasztó volt. Illetve még ami kicsit ilyen, hát. Ő, hogy mondják, ezt, tehát ilyen pengélem táncolás volt, ez a Jazz Cause ami egyébként egy brutál fan játék, én nagyon élveztem, tehát tényleg maga a játékot azt nagyon szerettem, meg hogy elnéztem ti is. de ott is ugye inkább a technika volt ez, ami egy picit egy ilyen fokkal tehát sokkal jobb volt, mint a Modern Warfare, az, az, tény, de, de ott is azért voltak ilyen technikai bakik. Illetve, hát ugye amin ott, ott, inkább már a játék tehát róla, az a City Skylands, tehát az gyakorlatilag egy ilyen... <laughs> nem is a H. csak egyszerűen tényleg annyira nem tudtam mit kezdeni ezzel a játékkal, mert ugye én simcity sokat játszottam, és ugye ez ahhoz hasonló a játék, tehát ez a tematika. És csak érdekes el SimCity-be, ugyanakkor az is volt SimCity-ként az utolsó show előtti stream volt. Közben egyébként csalok, mert nézem itt a menetrendet, de igen, a SimCity. Egyébként, hogyha valaki rámegy a menetrendes oldalra, akkor minden most már nem fekete fejre, nem még minden újra él, ha lehet ezt így Tehát minden színes szagos, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy milyen játékokkal játszottam egyébként ebbe az egy hónapba. úgyhogy igen, a weboldalt frissítettem ilyen szempontból, de igen, az utolsó heti stream volt ugye a SimCity is, érdekes, abban tök jól el tudtunk lenni, működött, City Skylines, ennyitem a játékot, csődbe megyek. Új játékot csinálok, csődbe megyek. És több minden megcsináltam, amit kellett volna, semmi. Nyilván biztos valami ilyeséget csináltam, ami miatt nem működött, de tök fura volt, egyszer, egyszerűen gyakorlatilag egy ilyen ördögi kör létrejött, hogy csődbe mentem, emiatt nem tudtam fejleszteni, de ahhoz, hogy ne legyek csődbe, az fejlesztem kellett de nem volt pénzem. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen teljesen <laughs> egy ilyen loop létre. Öm, ja, de nyilván egyébként a streamek többségét azt nagyon szerettem, az, hogy most kiemeltem dolgokat, az nem azt jelenti, hogy ö, a többi rossz volt, szimplán csak ezek voltak, amik ilyen, ilyen monumentálisabbak voltak, úgymond, vagy nem monumentálisabbak, csak tehetitek, tehát ezeket tényleg ki tudom valami miatt. Hát nyilván a Minecraft Dungeons még nagyon szuper volt, hogy tele két évet vártam erre a játékra, és végre kipróbáltam, és edesül veletek együtt, meg tök szuper volt, hogy voltak olyanok, akik nálam nézték meg először a játékot, például ugye, én, azt hiszem, Armin volt, igen. Ö... <laughs> Ja. De alapvetően nagyon szuper volt az is, hogy veletek játszhattam, illetve tényleg szerintem a legjobb hatása ennek az egész 30 napnak az volt, hogy ki tudtam így magam köré, meg így egymás köré építeni egy közösséget. Tényleg nagyon érdekes azt látni, hogy létrehoztam egy Discord szervert, úgymond a nulláról, és most már több mint 70-en vagyunk ott, ami egyébként tök durva, őszintén szólva. Én azt tudom, hogy leszünk ott talán ilyen 10-20-an, akik itt elég így érdeklik még azt, amit csinálok, de ennek ellen folyamatosan csatlakoztak az emberek, és ez tök király. És annak is tök örülök, hogy egyre többen vagyunk, egyre aktívabbak vagytok, és tudunk közösen csinálni dolgokat. Ugye az egyik ilyen projekt volt például ugye a Minecraft RP, amit ha jól láttam, Martin írt. Opa, az el is tűnt. Nekem a Minecraft RP streamek tetszettek a legjobban, mert fan volt és jó volt a közösség. Így van egyébként szerintem az, az önmagában a Minecraft RP ö, streamek voltak szerintem a legjobbak, hiszen kitaláltunk közösen. Meg ugye ez, az is volt jó a Minecraft RP, mert közösen találtuk ki. Tehát én, én nekem amúgy is az volt a célom, hogy nem azt akarom, hogy tessék, itt van, ez van, és ezt el kell fogadni hanem direkt összehívtam azokat az embereket, akiket ez érdekelt. Tehát én felhívtam, vagy csináltam egy ilyen felhívást, hogy akit érdekelne egy Minecraftos dolog, az csatlakozni, és ott voltunk talán heten nyolcan, és én felvetettem az ötleteket, és a többiek meg tudták ezt vétózni, vagy esetleg mondták azt, hogy ezt így lehetne, úgy lehetne, és teleközösen közösen kialakítottuk úgymond a szabályrendszert, és ezek mentén tudtunk játszani összesen 6 streamen keresztül. Ugye az első az amúgy is be volt kalkulálva a menetrendben, tehát a Minecraft azon is ö, ö, jelen volt a, a menetrendben, úgyhogy az volt a legesleg első próbájának a dolognak. Viszont ugye annyira élveztük, hogy még a, ezen az egész 30-30 játékos dolgon kívül is még pluszba ö, játszottunk összesen még ötször. Illetve ö, volt még egyszer egy. Ö, <laughs> volt még egyszer egy olyan live, az ugye a 36. stream ilyen szempontból, és hát még az bőven az elején volt. A lényeg az, majd erős nyilván még beszélek szinte a statisztikai szempontjából, hogy ugye ahhoz, hogy elérem az érdekes státuszt, vagy hát ahhoz, hogy el kellett volna, hogy az érdekes státuszt, az ugye x napot kellett, hogy streameljek, és ugye ennek a határán voltam egy, tehát te csak egy kellett volna, és valamikor múltkor véletlen felfedeztem azt, hogy ha éjfél előtt kezdek egy streamet, és átnyúlok a másik napba, akkor ugye az kettőnek minősíti. Na most ezzel be akartam próbálkozni, hogy hát még egyszer működni fog, ezért éjfél előtt elindítottam egy olyan streamet, hogy full fekete kép, és csak egy zene ment halkan a háttérbe. Üh, viszont azzal nem számoltam, hogy hirtelen tizen lettünk a streamen, és mindenki írt a cseten, hogy ez mi a franc, még ilyesmi. Úgyhogy kénytelen voltam beköszönni, hogy sziasztok, ez, ez és ez és ilyesmi, és aztán meg olyan jól el voltunk, hogy gyakorlatilag hajnali egyik streameltem, úgyhogy egyébként már mondtam, is, hogy jó, megyek, még, és csak azért sem mentem el. Aztán végül, végül egyébként abba a streamet, csak hogy tényleg, tényleg az volt hogy a 36. stream, ez a, a legendás hajnali stream, ugye, ami ott voltak körülbelül 10. és tök érdekes, hogy többen voltak azon a hajnali streamen, mint amúgy a am rendez streameken, szóval ez is volt egy kicsit érdekes a dolog. Ja. Jó. Uh, Hello, Noctus. discord szeverés nagyon jó ötlet volt. Uh, tetszett az a két óra ötletelés, aztán abból is egy fan stream lett. Uh, Robi szivatás össze az embereket. Olyan izék vagy te. Ja. Oké. Igen, egyébként tényleg a Discord-szerver, ez egy érdekes dolog, mert én is egyébként én örülök neki, hogy összejött, mert tök jó közösségépítő adása van, illetve az, hogy élő csinálok, azt szerintem pont azért tud működni, mert interaktív, mert élőben történik, ott vagytok, látjátok azt, hogy mit csinálok, tudtok chaten írni, arra én reagálok, relatíve instant, már ilyen 5-10 vagy 30 másodperces késletetés van, Szóval ez sokkal személyesebb, sokkal közvetlenebb, sokkal interaktívabb. Míg ugye nyilván, ha egy YouTube videót csinálok, ott maximum a kommentek között euh, tudunk kommunikálni, hogy olyan van. Úgyhogy... Euh... Paypal balanszból nem lehet bitálni gyors figyelmeztetés. <laughs> Lol. Jó. A mondó vagyok, és nem a falmét még még mindig. Uh, hogy nézzük meg a statisztikákat. Én már előkészítettem jó pár dolgot. Illetve majd nyilván, ha a QNA résznél is eszetek egy olyan dolog, hogy hú, ezt mutasd meg, meg azt mutasd meg, ilyen akár vizuális dolog kapcsán, vagy bármi ilyesmi, akkor majd azt is meg fog mutatni. Egyelőre most nézzük meg a statisztikákat. És hát egyelőre még a honlappal kezdjük. Igen, ez még mindig a 30 tapos uh, layout, de ezt, majd, ezt is fogom majd cserélni. Szóval ez a honlap, ezt ugye szerintem a legtöbben már ismeritek. Uh, ja, tehát egy. ezt most újra színesítettem, tehát kikapcsoltam azt, hogy a mai napot ugye Ellenőrizze viszont ugye úgy működött, hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy ugye ha mondjuk éppen mondjuk itt május 4-én voltunk, akkor ez itt aranyjá változott, tehát jelezte azt, hogy ez a mai nap. Az előtte lévő kettőket, az előtte lévőt pedig ugye kiszürkézte, és ez így ment tovább. Illetve ugye cserélgettem a különféle olyan dolgokat, amiket egy ti szavaztatok mert például a Subnautica volt ilyen, a Watch Dogs volt ilyen, a PD2 volt ilyen, mm, meg még volt, meg volt még az a játék, amit, a ja, GTA-t, hát igen. Szóval ezek a ját, ezen játékok voltak azok, amiket ugye ti megszavaztatok, szóval ezeket is ugye éppen uh, aktuálisan cseréltem. Egyébként annyit kell tudni, hogy ezek képek, ezek rendesen így képek, amik itt alul vannak, csak le vannak, úgy van, hogy ez egy egész konténerben van rakva, és le van egyébként kerekítve. Üh, illetve ezek tényleg rendesen szöveg, tehát itt akkor látjátok is, hogy ez kép, ez pedig szöveg, hogy egy adatbázisból hívva le egyébként a rendszer, illetve van, hogy itt van három gomb, ez ugye a Twitch csatornámra visz titeket, a Discord szerverre, és ez pedig ugye a VOD videók, ami egyébként azért fontos, mert ha rányomtok, akkor az ugye elvezet ahhoz a csatornához, ahol föl vannak töltve az összes májusi stream, sőt olyan szinten, hogyha itt rámentek a lejátszási listára, akkor itt van az, hogy. Ö... Sziasztok! Aha, elfetettem, hogy le kellene mit mindegy. Szóval, hogy van, van itt egy lejátszási lista. Hmm, már okay, én barna vagyok, és van egy jó hírem számos. Stop! Köszönöm. Szóval ebbe a lejátszási listában egyébként benne vannak az előző live-ok, -ok, illetve még feltöltésre fog kerülni. Vagy hát, hogy publikálásra fog kerülni még azt hiszem három a né stream. Mindegy, ezeket majd még úgy is látni fogjátok. Úgyhogy egy külön lejátszási listában meg tudjátok nézni az összes ö, streamet, amit ugye csináltam. Amit egyébként valami benne van kétszer, de mindig ezt már megcsinálom. <laughs> Dív, így van. Jó. Úgyhogy el, ennyit kell tudni erről a honlapról, hogy ezek itt többségében képek, van egy sima háttérszín, és igazából ennyi. Tehát, hogy nem egy bonyolult oldal. Annyi, hogy adatbázisba hív le dolgokat, viszont ami érdekes lehet, euh, még egy pillanat. Pillanat, pillanat. Csak meg akarom mutatni nektek azt a statisztikát, hogy hányan néztétek meg a menetrendbe a Már az tényleg durva, őszintén szóval. Hát ez pont nem az, igen, oké, okay. és ezt fogjuk megnézni, illetve átállítom, Ö, egyéni, május 01-től május 31, így van. Oké, okay. na most már látni fogjátok. Jó, hát ő, itt van egyébként maga a fő statisztika. Összesen ugye 442 munkamenet történt meg. Visszafordulására egy 90 ezer, ez kemény. E, 215 felhasználó látogatta meg a, a weboldalt, ami, hogyha azt nézzük, hogy telegen öt tíz néző volt általában, szóval az tök király, meg főleg úgy, hogyha tényleg most nézem, például Nutella minden nap e, megnézte. Úgyhogy, ja. Volt olyan, -e, amikor, ó, volt -e, amikor 67-en nézték meg, az még kemény. Nem mindegy, úgyhogy gondoltam ennyit is megmutatok nektek. Itt van még egy ilyen, hogy források, youtube.com-ról, meg ilyesmi, tehát itt ilyen nagyon érdekes dolgok vannak, de hát most ezeket nem akarom teljesen kifejteni. Ez is érdekes egyébként, hogy mikor vannak jelen, ugye a felhasználók, Szerdán például itt ilyen aktívak voltak ugye az emberek. Ez is érdekes. Hát a többség az mobilról nézte. Nem? Nem, pont, hogy, pont hogy azt a, azt gépről nézte, aha. Amit tudni kell egyébként, hogy a weboldalt azt mobílra optimalizáltam, ami azt jelenti, hogy ö, ilyen listaszerűen voltak kírva az adott, tehát ki volt írva, hogy melyik dátum, mi a játék neve, tehát kép nem is volt és úgy van, hogy amik már voltak streamek, azokat kise listázta, azért ne kell órákat görgetni. Úgyhogy ja, igazából ennyi érdekesség, tehát hogy... ja, az még érdekes statisztika, hogy a többség az mégis uh, azt a gépről nézte a weboldalt. Hát nagy rész az 91% az Magyarországról nézte, úgyhogy igen. Uh, várható majd később stream, mert akkor már lehet tudnék De gépen sokkal jobban néz ki a menetrend. Ja, <laughs> All right. Ja igen, Románia. Romániában hányan? 8 Ja, az elmúlt 7 nap, várja, várja. Ja, aha, oké, okay, na várja, ezt 0-1-re átírjuk. Na így nézzük meg a statisztikát. Oppá, na ennyi. Ó, Amerikában is nézett, 1,8 üdvözlöm az amerikai nézőket. <laughs> de a többség az 92 százalék. ez most, ú, ezt most komolyan át kéne állítgatni mindenhol. Jaj, jaj. Hú, milyen jó feja Analytics. Jó, na, na, így már érdekesebb, ha. Május 1 -től 30 -től, tehát a teljes időszakra vonatkozóan. Na hát ez már egy kicsit másabb statisztika, mert ez csak az utóbbi hét nap volt. Aha, oké, okay. de hát még így is az asztali gép nyert 52%-kal, ez kemény amúgy. Sokan mobilról is nézték, illetve volt három ember, aki tabletről nézte. Ja. Öö, igen. Hát igen, bevételt nem generált az oldal nyilván. Nem voltak a reklámok, mert miért is lett volna. Öö, ja, úgyhogy ennyi igazából. Általános csevegés, igen. Hát just chatting, tehát csak beszélgetünk. Hát most nem tudok beállítani, és Hello Grizzly, szia! Jó, elvileg 9 kilencen vagyunk. Üdv mind a kilenc nézőnek, sziasztok! Oké. Okay. Na hát ez így a főleg a menetrendes statisztika. Mm -hmm. Na már most. Még ami érdekes statisztika, az maga a követő számnak a növekedése. És ez csak annyiból trükkös, hogy én csináltam egyébként egy statisztikát, vagy egy képet még korábbról, ugyanis ugye a social media idő után eltünteti a, a a adatokat, tehát egy, egy, bizonyos tartomány mutat meg, és ugye itt van május elsője, hogy egy picit arrébb Ó, oh, ezt nem így akartam. Uh, így, jó. Ezt így ide hozzuk, és így már látni fogjátok. Te Na, vagy hát majdnem. Valami olyasmi. Na, így már jobb lesz. Szóval, ugye itt van uh, május elsője, ugye ekkor jelentettem be a dolgot, akkor még nem feltétlenül jöttek követők. Itt egyébként az egy, első oszlop az a követő a nézettség. És ugye ahogy elkezdtem streamen, ugye folyamatosan jöttek a követők. és ami érdekes lehet, az ugye a május 7-e, arra is már mindjárt ki fog térni, hogy miért hirtelen 41 lett. Egyébként ez egy tök jó tanulság, és ezt majd úgy is el fogom mondani, de igen, itt 41 követővel jött pluszba, ami egyébként tök durva. Ah, itt valaki lejött. Nézzék, kikövetett. Na mindegy, de eleve egész májusban, ugye még bőven a streamelés elején ilyen 80 követőt hoztam össze még annó, amikor bejelentettem benne twitch és most van 260 körül, tehát kb. egy ilyen 180-190 követőt hoztam így kb. ilyen plusz-minusz, ami egyébként tök durva. és ez nyilván a ti érdemetek, szóval nagyon szépen köszönöm, közben egyébként nézem, hogy... Botoltak, barnát szerintem, nem valaki más. Igen, szerver. Nem, majd mindjárt elmondom, hogy miért. És egyébként ez mondom, egy jó tanulság volt nekem, hogy ez miért, miért, miért csináljak mit. Na mindegy, ez egyébként a mostani statisztika. Ez ugye 26-án véget ér, de hát nyilván nem állt meg 26-án az élet, hanem haladtunk tovább, és hát most vagyunk ott, hogy. Na, várjál, technika ördöge. Szóval most voltunk itt, hogy 26-a. Igen, itt van 26 a 26-a, és igazából ez így a végeredmény. Tehát ugye még, még utolsó nap még jött azért 6 ember pluszba. Itt érdekes, hogy 103 nézettség is jött, egyébként ezt nem is értem, hogy ezek a nézettségek egyébként honnan jönnek hivatalosan, de tök érdekes szerintem. Mert ha jól értem, akkor ez az, hogy... A... Őszintén szóval nem tudom, hogy a Twitch hogy működik ilyen szempontból, hogyha ezt jól lett volna megkérdezni egy illetékestől, hogy... Ugye van ez a nézettség, az nézettség, vagy mitől 2000 nézettség, ugye ezt írja egyébként a stream alatt. Ezt szóval most nem tudom, hogy ez mit, mikortól számítja. Tehát még valaki elkezdi nézni a streamemet mondjuk, nem tudom, 30 másodpercig, és azt már számítja. Most függetlenül attól, hogy ugyanaz az ember vagy se, vagy ilyesmi, és akkor érted, hogy ebből jöhetne. Akkor az viszont tök durva, hogy még 145 ember megfordult a streamemen például. Vagy még 103 itt például. Tehát ez 150 most nézem, ez tök durva egyébként ezért azért érdekes számomra ez az egész dolog. Még ha jól sejtem, akkor a benézőcsévetelnek a krippeket is, meg az utol utolagos vodot is beszámítja, de hát nem akarok külséget mondani. De az érdekes. Uh, hello, hello. Na. Ennyit a Social blade és a követő számról, és ezt azért mutattam meg nektek, mivel uh, hát történt egy olyan dolog, és itt van a csatornálemzés, na ez a hivatalos statisztikám. Ezt kis nagyítom nektek, hogy jobban lássátok. Eh, olyan szinten, hogy ezt egy picit még arrébb húzzuk. Kicsit visszahozzuk így. Ezt azért mondom el, ugyanis most bejtottam a szűrőt arra, hogy május 1 31-ig nézem. A május esélyt azért akarom beszámítani, mert hogy ugye aznap is jöttek követők, meg ilyesmi. Na már most az átlag nézőm egész májusban az 7,1 volt. Ami szerintem tök korrekt. Már hát olyan szempontból ez tényleg szerintem releváns, mert nyilván eleinte mi csak páran voltunk, itt még ugye azt írja, hogy 6,5, 5,4, és így tovább. Itt volt 12 néző, ez 6 volt, szerdán 6-án volt, azt a Black Flag stream, hát igen, akkor tényleg sokan voltunk. És hát itt, itt ahogy elnézitek, az egy meg volt ez a, ez a vonal, tehát ténylegesen valit vagy ugye heten néztek, és itt a vége felé egy picit azért bezuhant már. Ennek nem tudom mi a hivatalos soka, de hát ez van. Ó, oh, heti szintűt is lehet lebontani. Hát igen. Tehát, hogy megnézitek azért így zuhanó repülést folytatott a dolog. Tehát, sőt, ez én hullámvasúta egyszer fent, egyszer lent, de többségében ez volt így az átlag. Na már most 2404 élő megtekintést történt, ami tök hogy belegondolni. És egyébként itt is a Twitch is írja, hogy 116 élő megtekintés. Tehát összesen elvileg 116 ember megfordult a streamemen így szedtem össze ugye a 2404-et. hangulat. Azt érzékeli a Twitch, amit mondta, hogy valaki benéz fél perc, és az már egy nézettség. Igen, a Youtube-ban így működik, azért gondoltam, hogy valahogy itt is így működhet. De ja, oké. Okay. Remélem ez a nem nem demotivál. Egyáltalán nem demotivál, sőt, egyébként őszintén, szóval nagyon örülök neki, hogy egyáltalán vagytok. Ez nagyon cheesy hangzik, meg ilyesmi, hogy én, ah, de tényleg már eleve az, hogy itt vagytok, néztek, cseteltek, támogattok, már nem anyaginak, hanem azáltal, hogy itt vagytok. Ez tényleg nekem sokat jelent, és egyáltalán nem a Sőt, az motivál egyébként a legjobban, hogy el tudtunk érni volt, hogy egy ideig 15 nézőt is, ha jól emlékszem, bár egyébként javítsatok ki, mert ti voltatok ugye itt főleg, én ugye streamelés közben nem százszerzékesen koncentráltam erre, bár egyébként, hogyha visszanézzük a vodokat, akkor abban úgyis jó, mind, mindegyes stream alatt elmondtam, hogy jó, X néző, most például 11 néző van, tessék, ezt kimondtam, és ugye nyilván, ha visszanézem majd X idő múlva, akkor legalább tudom, hogy ebben a pillanatban most beszélek, most elvileg 11 néző van, úgyhogy Na, Robi, stop it. <laughs> Na igen, Robi már elég előre haladott a kérdezfelek szegmense, de az majd később lesz. Kérdezi Robi, hogy lesz majd ez júniusban stream. Ha valaki nézte az offline képet, amit ugye kiraktam most ugye a csatorna szinten, ott ugye direkt kiblőröztem azt, hogy mikor lesznek streamek, ugyanis ez már el van határozva. Én eldöntöttem már személy szerint, hogy mikor szeretnék majd streamálni rendszeresen. Úgyhogy ezt majd a stream vége fele, vagy hát majd e, ilyen összegzés szinten majd is reveal fogom, úgyhogy aki érdekel, hogy mikor fogok streamelni, az vagy várja meg a stream végét, vagy majd, vagy majd valamikor másnap, vagy valamikor térjen vissza, és akkor addigra már cserélve lesz, hogy is az offline kép, úgyhogy majd is ott látni fogjátok, hogy mikor lesz stream. Úgyhogy e... azt volt egy alkalom, akkor 19 fő volt, de az pár perc volt, igen. Na, tehát, őszintén szóval engem ez motivál a legjobban hogy, hogy 19 embert meg tudtam mozgatni ilyen szempontból, tehát tényleg itt volt 19 ember, függetlenül attól, hogy most mit játszottam, mit csináltam, mert egyébként az fontos, hogy nagyon sokat számít az is, hogy mit csinálok, hogy éppen mi streamelek, mert nyilván, ha nem tudom, olyan ember, aki azért rendszeresebben néz, azt látja, hogy egy olyan játékkal játszok, ami roható nem érdekli, akkor teljesen meg tudom érteni, hogy nem fogja nézni, mert nem érdekli. Ez teljesen normális, természetes, ilyen. Uh, és ha valaki újonnan csatlakozott a csatornához, tehát engem nem ismert ugye a Youtube-ról, egyébként összetezve erre voltam még a legjobban ez a 30 nap alatt, hogy uh, hogy hány olyan ember fog így a, úgymond a közösségemhez úgy csatlakozni, hogy ők a Twitchről ismernek tehát ők, ők valahogy rám találtak a Twitchen és így valahogy böngészték, vagy ilyesmi, hogy a streameket és pont uh, felbukkantam Szóval én őszintén erre kíváncsi voltam. Egyébként, ha jól, szerintem, bár nem tudom most, ezek ti tudjátok ezt a legjobban, van-e itt valaki olyan jelenleg, aki nem. Vagy sőt, inkább úgy kérdezem, hogy van-e itt valaki olyan, aki a Twitchről is mert csak. Tehát tényleg úgy talált rám, hogy böngészte a Twitchet, és valahogy egyszer csak rám talált. <laughs> Én nem szeretem a TFT fajta játékot, de olyan jó volt a hangulat, hogy muszáj volt néznem. No vele, no no. Na hát ez az, de ettől függetlenül megfordultak emberek a streamek alatt. Ti is emlékeztek rá, én is emlékszem rá. Volt olyan is, hogy valaki például játékba akartaná. Azt hiszem, úgy emlékszem a diablo volt még bőven az elején az el... Azt hiszem a második stream volt, vár csalok egyet. Igen, a második stream volt ugye a Diablo. Bocsánat, viszket az tudom miért. Bocsánat. Szóval igen, a Diablo streamnél volt egyébként először ez a kvázi csapás, hogy úristen, mások is nem tudnak talán, nem csak a, a saját kis közösségem. Úgyhogy igen, ez is egy ilyen ö, érdekes tapasztalat, hogy ö, ne, nekem is egy olyan dolog, hogy úgy kell hm, kvázi hozzáadnom az egész streameléshez, meg úgy kell kvázi viselkednem, meg ilyesmi, hogy, hogy olyanok is nézhetnek, akik ugye nem az én közösségemnek a tagjai. Tehát, hogy mert nyilván a könnyebb úgy streamálni azoknak, akik ugye már ismernek téged, akik ugye kvázi így a... Tényleg akiknél kvázi bármit megtehetsz idézve persze. Míg érted, ha... Nem tudom, például nem tudom elképzelni, biztos lehet megtörtént, csak én nem tudok róla. Lehet, hogy valaki például arra ért oda a streamemhez, hogy nyomom ugye a outro utáni kis táblistást jelentett, hogy izé táncolgatok a zenékre. Mert nyilván azt csak egy poénból kitaláltam egyszer, és annyira bejött nektek, így mindig kb., hogy egyszerűen csak... Meg ami nekem is ilyen jó kis levezetés volt őszintén, szóval meg amit tényleg tök jó zenék voltak sokszor, úgyhogy, legalább egy picit így mozogtam, meg, meg legalább egy kicsit levezettem, úgyhogy... És lehet, hogy valaki erre ért oda. És nyilván ez lehet, hogy neki mondjuk, nem tudom, teljesen más kép fogja fölő, mert lehet azt fogja látni, hogy ki ez a hülye gyerek, miért táncol a zenére, a twitch és de közben meg amúgy, na hát ez az például a erre érted, valaki ide ért volna, szerintem lehet, hogy rám is hívta volna a vagy nem tudom. Tehát, hogy ez ez az, hogy euh, én, az nekem kicsit cringe volt, jó, tudom, igen, érken. Tehát, szóval ezért mondom, hogy alapvetően értett ha valaki erre ér oda, aki teljesen csak a Twitch-ről ismer, mert azt hát, hogy nem tudom, Diablo stream, de közben pont a végére ért de ki tudja, mit gondolt rólam. De nyilván ti, akik itt vagytok és néztek, ti tudjátok, hogy ez miért van, mert nyilván ez csak poénból van, meg azért egy kicsit így én is levezessek, meg ti is legalább egy picit jó szórakozatok, meg ilyesmi, úgyhogy így a nézők is büszkék. Aha. Télapó. <laughs> <laughs> jó, de az outro zenékre gondoltam inkább, de jó, persze, igen. Úgyhogy... <laughs> jó, mindegy, ezt a témát ha haladjunk ezzel kapcsolatban. Uh, ami nagyon érdekes statisztika, és szerintem már a többségnek feltűnt, hogy 79 új követőm jött a Twitch szerint. Ez uh, eleinte az én szememet is szúrt, amikor láttam a csatorna uh, statisztikákat, hogy what? De ez már még bőven az elején is furcsa volt, mert hogy mi az egy 79 követő? És akkor jöttem rá, hogy a Twitch azt csak azt nézi, hogy amikor streameltem, stream közben hány új követő jött, tehát gyakorlatilag a, a 180-190 plusz-minusz új követőből 79 volt az, aki stream közbe jött. Ez, tehát ezen kívül több mint 100, uh, úgy nem tudok tehát 100, 100 vagy 110 jöttek pluszba offline módba, tehát gyakorlatilag azáltal, hogy valahol látták, hogy ú, ez egy dolog, és akkor bekövettek, és akkor várták, hogy hát, hogy csinálok valamit, szóval ez durva egyébként. Uh, igen. Egyébként nagyon örülök neki, hogy csomó ilyen kis szuper új moment, vagy egy, tehát egy adott kis jelentek, vagy ilyen kis viccek, vagy ilyen kis gegek ki tudtak alakulni, amikről most például beszéltek, és ennek tök örülök, mert egyébként erre kíváncsi voltam, hogy lesz-e bármi olyan dolog, ami kapcsolódhat akár így hozzánk, vagy így egymáshoz, értitek? Tehát az egész csatornához, és kialakultak dolgok, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ö, ugye az emótok például ezeket tök jól ö, 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 megmutatkoznak, meg ilyesmi. Nyilván ezeket emberek generálták, például most itt beszéltek a bencéről, Igen, a Bence egyébként egy hatalmas formában, nagyon bírom őt, és neki vannak olyan dumái, hogy tehát tényleg ez a briósos dolog, ez szerintem a... Sőt, egyébként bocsánat, ugye nem is bencét t ugye a Grizzlytől, csak ugye a Bence folytatta ezt a dolgot. Tehát gyakorlatilag a Bence és a Grizzlynek a közös generálása alapján kialakult ez a geg, ez a briósos dolog, és tehát nekem ehhez ugye nyilván nem volt sok közöm, de mégis ezt ti generáltátok, és aztán nem tök király. És nyilván nem ez volt egyedül. Ugye nekem is vannak olyan dolgaim, amiket én személy amúgy is természetesen csinálok, csak ezt valahogy így felvettétek, és úgy voltatok vele, hogy, akkor ezt így eh, használjátok kvázi ellenem idézve. Ilyen például, amikor mondom, hogy yes sir, vagy azt egy interesting, de ilyen fonetikusan is, hogy ezekből is például kialakultak az emótok. Ezeket én amúgy is csináltam, tehát ezt nyilván nem azért csináltam, mert hogy <laughs> talán ebben lesz valami, amit tényleg én ezeket mondogatom, úgyhogy tök jó, hogy például az én kis megszólalásaimból is lett valami, amit ugye ti is eh, eh, tudtak úgymond szabadalmaztatni, ez innen furálmizat. De jó, ja, úgyhogy eh, 79 új követője, a visszerint, de ezek a streamek alatt. Viszont amit szeretnék elmondani, és ez egy brutál jó tanulság volt nekem, és egyébként őszintén szóval éreztem magam, hogy hogy ezt miért nem csináltam meg elsőre. Ugye beszéltem nektek arról, hogy volt egy olyan nap május 7-én, amikor hirtelen jött, hát hirtelen, de értetek, jött 41 darab követő, úgyhogy az átlagos az ilyen 6-7 követő, mondjuk így offline és online módban is egyszerre adott nap. De jött egyszer 41 követő május 7-én. Miért? <laughs> és euh, amikor erre rájöttem, nagyon hülyén éreztem magamat, olyan szempontból, hogy miért nem jutott ez eszembe. Ami történt, ugye még május 1 kiraktam Instára, Facebookra, Storykba, minden felületen, a Youtube-nak a közösségi felületére, tehát tényleg az összes kvázi szállat megmozgattam arra, hogy ezt így hirdessem, hogy ez egy dolog lesz, ez, a, ez az egész kihívás. Csak érdekes, ma, amint kiraktam ezt a kihívást, csak csomó pozitív üzenetet kaptam. Például volt egy videós meg streamer ismerőseimtől, egyébként akit kiemelik, most például ez a Dogi Andi, tehát ez tökre motivált egyébként, amikor ő Facebookon oda kommentelt az egyik posztom alá, hogy sok sikert, meg majd lehet benézni, meg ilyesmi, szóval ez tök Nos, szerintem életem legelső és szerintem legutolsó ilyen donatelős dolgom, amit csinálok. Így, ja, ezt a briusra adom xd -t. Köszönöm. Wow. Köszönöm szépen. Köszi Grizz, a donétet. Az első és utolsó donét? Wow. De, ez tökre megtisztelő amúgy. Köszönöm szépen. Na igen, a donét egyébként egy másik kérdés, de az arra is meg ki fog térni egyébként. Ó, oh. Köszönöm szépen, most jött meg az e-mail. Ó, szóval, hát tudom a polgári nevedet, de nyilván nem fogják doxolni, csak most jött meg az e-mail, hogy XY a PayPalon keresztül küldött neked egy izét. Tehát egy, ugye én ezt instant meg is kapom, ezt, ugye ezt a donation-t. ugye, Paypal -ra. Csak ugye, ugye a PayPalra. Csak hogy ugye, mivel a PayPal-os használtad, de ezért ugye láttam a polgári nevedet, de úgyhogy igen, <laughs> ezt engedélyezzük. Mindjárt doxollak, elmondom az e mail szívedet, meg ilyenek, mert csak vicceltem, mi nem csinálunk ilyet. <laughs> Oké, okay. ú, uh, ez most kicsit közökentett, de teljesen szépen köszönöm ezt a kis donation-t. Donation um, na igen, erre majd ki fogunk térni, még pluszba, uh, nem gondoltam bele. <laughs> Mindegy, Grizzly. Köszönöm szépen, Donétát. Oké, okay. ott tartottunk, hogy követő szám. Mi volt az a dolog, amit tanultam? Uh, szóval mindenhol megosztottam. Jöttek az emberek, nézték a streamet, meg ilyesmi, és egyszer csak, uh, vagy valahol hallottam, vagy valaki mondta. Most őszintén szóval nem akarok hülyeséget mondani, hiszen mind a kettő benne volt a pakliba. Lehet, hogy hallottam is, és mondták is, és akkor emiatt alakult ki ez a dolog. De az jött így velem szembe egy ilyen ötlet és egyébként tényleg majd napig nagyon hülyén érzem magam, miatt, hogy amúgy így miért nem csinálok Youtube videót erről? A fő platformon ahol a legtöbb ember ismer és lát és tud rólam. Miért nem csinálok Youtube videót arról, hogy én elkezdtem ezt a dolgot? Hiszen mi lehet nagyobb reklám kvázi, hanem a saját Youtube csatornám egy videó formájába, amit az emberek látnak és néznek. Ah, és ezt amikor így megtudtam, ráhettem hogy ó, oh, fuck, tényleg. Úgyhogy azonnal össze is raktam egy ilyen, egy-két óra, szerintem max. egy órát foglalkoztam így összesen a videó, vagy gyorsan megírtam a szöveget, Fölvettem így egyébként ezzel a setup-pal kb. Gyorsan meg is vágtam, egy kis animációt adaraktam, és fel is raktam ugye a csatornámra ezt a videót, amit egyébként itt meg is tudunk nézni. Ez a minden nap stream, cím, hát nem a című videó, csak az a borító kép, de ugye kiraktam ezt a dolgot, és... <laughs> Hát összesen jött rá, uh, igen, a közététel óta, igen. Május 6-án raktam ki a videót, de igazából május 7-én uh, uh, volt hatása úgy igazából, mert akkor kezdték el nézni az emberek. Én a videó miatt jöttem, na látod. Mert ugye rá, gyakorlatilag a Instagram, mert a Youtube-on van 28-29 ezer követ, vagy feliratkozó, most én pontosan nem tudom a számot hirtelen, de hol máshol ugye ott is nyilván mondjuk talán két-három ezer ember az, aki aktív, még a csatornámon talán, de hogy ők ott vannak. Ő most látható talán csak ezer, de hát nyilván érthetőben ez olyan videó, amit nem fognak megnézni, de 1100 megtekintést tudtam vele generálni azóta. De ami a legdurvább, hogy már az első pár órában egy ilyen 5-600 megtekintést azért generáltam vele, és na ebből jött 41 követő, tehát gyakorlatilag amint kiraktam a videót, utána azt hiszem rá egy napra úgy nézett ki a Twitch-es ilyen feedem, hogy hez faló, XY hez faló, faló, csak követésekből állt az, hogy éppen, és akkor kiírta, hogy két másodpercet, 11 percet, x perce, ennyi perc, és te gyakorlatilag az egész napom abban állt, hogy így követtek be az emberek, mert látták ugye a videót, és látjátok, itt van például ugye Svegandusz, aki a videó miatt jött, hiszen ő nem, nem tudom, hogy például Svegandusz jelen van egy Instagramon, vagy Facebookon, vagy tök mindegy, de 28 ezer követőm, vagy feliratkozom van a, a Youtube csatornámon, de csak ezzel, csak tehát csak 1300 ember követ Instagramon, illetve van 6 vagy 800 lájkoló like Facebookon. Tehát ez gyakorlatilag még a töredékes -e annak, aki ugye a Youtube-on ismer. És ugye hiába rakom például ki a Youtube közösségi felületre, azt se jut el mindenkihez, mert az ugye görgetni kéne, és ott is eléggé lutri, hogy például az én posztomat adja ki, vagy mondjuk egy másik olyan emberét, akire majd fel van iratkozva. És nyilván lehet a legjobb módszer, nem az, hogy videót ráksz ki. Úgyhogy ezt tudom mindenkinek tanácsolni. És egyébként nagyon sok ö, nagyon sok uh, ilyen twitches, ilyen, tehát ez a hogyan legyél jobb, meg ő, hogyan érje több ember, meg stb. Ilyes. Tehát ilyen, nem is ez feltétlenül, tudjátok, ilyen tippek és tanácsos videókat néztem arról, hogy, uh, hogy hogyan lehet így a twitchen növekedni, vagy egyetem mit lehet kezdeni a twitch -el. és minden egyes ilyen felületen ez jött vissza, hogy csinál YouTube videókat, csinál YouTube csatornát, mert a YouTube-nak sokkal olyan abban a rendszer, ami jobban felkap téged. És egyébként amint erről így elkezdtem tényleg informálódni, akkor jöttem rá, hogy például Magyarországon, ha ismertek, ismeritek a Rubent, vagy a Kartaszt, ők is, főleg a Ruben egyébként ilyen szempontból, ő nagyon durván berobbant a twitch de ő is szerintem például a YouTube videóknak köszönhetően, és ezzel most nem akarom őt degradálni, csak elmondom miért mindjárt. De a lényeg az, hogy kirakta ugye a heti fogykos című videósorozatát, amit a YouTube felkapott, berakott a játék kategóriákba, és felkapottként, így, így meg úgy a YouTube elkezd ajánlani, és ilyen több százeres megtekintéseket generált, és mindig eleve a videók tök viccesek voltak, én nagyon szerettem az összes ilyen fogykost, de a végén mindig ott volt az, hogy Twitch van tv Ruben, és nyilván az emberek jobban át fognak menni, és most gyakorlatilag Ruben az egyik legnagyobb streamer Magyarországon, szintén Kartasz, és a többiek is. És azért mondtam ezt, én nem akarom ledegradálni de őt, mert Twitch az úgy működik, hogy az ő kvázi ajánló rendszer a Twitchnek az úgy működik, hogy amint rámész egy adott játék kategóriára, nézettségi sorrendbe rakja össze. Tehát a legnagyobbtól a legkisebb nézettségig. És például ők az én streameim, most nem tudom, csinálok egy réteg játékról egy streamet, ami nem túl népszerű, de nem is túl ismeretlen, tehát ilyen köztes út játék szinten, és vagy ha még népszerű játékot is csinálsz, gondolj bele, most nekem is még maximum 10 ember nézte a, a streamemet, de volt, lehet valakit még csak egy ember néz, vagy se. És eleve, ha egy népszerű játék játszol, akkor van olyan streamer, akit mint 30 ezerre néznek, és nyilván őt fogja kidobni elsőre azt a, Twitch. De ahhoz, hogy még engem megtalálnak, ahhoz legalább egy 3 percet kéne görgetni, és akkor se biztos, hogy még pont rám fognak kattintani. Tehát egyszerűen nagyon a nek a ajánló rendszeren. Nyilván van a fő oldal, az is egy másik téma, az egy másik rendszere működik, de így kvázi organikusabb módon így lehet megtalálni valakit. Rám is egyébként pár úgy találtak, hogy böngészték az adott játékot, és valahogy megtaláltak. Nyilván magyarok szempontjából annyi könnyebbség van, úgymond, hogy a magyar streamereket előbb kilistázza, és csak utána a globális szintű listát, úgyhogy talán ennyivel több esély van a magyaroknak, hogy ha a magyar nyelvre van állítva a Twitched, ed akkor az fogja kiajánlani a magyarokat, de hát erre se lehet alapozni. A YouTube ezzel szemben pedig olyan, hogy mindenkinek kiajánlja a videót, aki érintett abba a témába, és akkor vagy tintanak vagy nem. Szóval nagyon fontos dolog az, hogy csinálj YouTube videókat Twitch streamerként, mert a YouTube-ról tudsz átirányítani embereket a Twitch-re. Úgyhogy és nyilván aki valamennyire jártas a Twitch, Twitch na, valamennyire a Twitch kapcsán, az ő fogja tudni azt, hogy sokkal közvetlenebb egy ilyen íradáson részt venni. Főleg, hogy egyébként van menetrended. Tehát elmondod azt, hogy ezen és ezen a napon ekkor és ekkor streamelsz, és az emberek tudni fogják, főleg, hogyha a Youtube videóba is ezt de egyébként. Öh, közben egyébként majd mindjárt elvosom a csetet, pillanat csak ezt majd be akarom fejezni, úgyhogy... Öh, ó. <gül> <gül> Ez a legjobb statisztika overall. <laughs> wow, kirögtem a videót és hete leiratkoztak rólam. <laughs> Jó, hát gondolom jött hát pluszba is, meg minuszba is, de ez, ez nagyon kellemes. Mi? B... <laughs> wow. Ok. Jó, hát emberek leiratkoztak rólam, mert Twitch-en streamelek. Jó, hát semmi baj egyébként. Ez van. Jó, mindegy, hát ez, ez legyen a legnagyobb probléma, de mindegy. A lényeg az, hogy ezer meg, már egyébként ilyen pár száz megtekintésből is jött több mint 41 követő, egyébként szerintem tök jó arány, még így is. Nyilván nem a legjobb, de mégis tök jó szerintem, hogy ennyire meg lehet mozgatni a bárkiket is azzal, hogy egy YouTube videót ugye kirakok, ami gyakorlatilag a fő platformom. Tehát hiába rakom ki Instagramot, maximum ilyen 400... 50 embert érek el, és mivel nincsen ilyen swipe appos hülyeségem, ezért manuálisan be kéne érni a mindenkinek és gondolom ennyi effortot azért senki nem tett bele, vagy ha igen, akkor ugye az is csak pár ember. Hogyha az Instagram ennyiből kicsit nehezebb dolog, hogy hiába érek el ott mondjuk 450 embert egy sztorival, nem fogják tudni, nem felhasználó barát. meg van, aki csak tovább pörget, vagy ha valaki el is olvassa, akkor se biztos, hogy nyilván, ha nagyon érdekel, akkor persze rám keres, de sokkal könnyebb lenne az, hogyha lenne ilyen swipe-up-os de az az tízzer követőtől van, úgyhogy Na mindegy. Úgyhogy ennyit akartam elmondani erről a plusz 41 követős mókáról, munkáról, hogy rakjatok ki videót. Csináltak YouTube csatornát a Twitch mellé, csináltak YouTube videókat, amik nem Twitch vodok, ez fontos egyébként. A highlight videók is már unalmasak egyébként, mindenki ezt mondja, mert a highlight videókból nem lesz semmilyen szempontból, mert már nem néz senki highlight videókat, olyan videókat kell csinálni, amik már nem is úgy, a highlight videók, csak tudjátok, ez az ilyen tipikus highlight, ez a csak lövések például az olyan highlightok, -ok, mint például, amit a Rubennél vagy a Kartasznál vannak, azok tök jók, mert tök viccesek. Azok ugye össze vannak vágva, az ilyen legjobb pillanatok. De az olyan típusú highlight videók, hogy mit tudom én, ilyen meg olyan lövések, még esmi, az egyébként csak azért rossz, mert az misleading. Olyan szempontból, hogy tehát van egy olyan highlight videó, hogy a legjobb ölések Call of duty most csak mondtam valamit, és tényleg tök durva ilyen lövések, vagy PUBG-tok, minden milyen játék, csak arról szól az egész videó, hogy milyen lövéseket csinálsz, milyen durva lövéseket. És nyilván ezt meglátja egy néző, csak ez azért félrevezető, mert rá fog menni a streamedre, és nyilván ezek a legjobb pillanataid benne is vannak a nevében, ugye highlight, kiemelt pillanatok. De stream közben te ezt nem tudod hozni, mert ezek ilyen luck momentek. Mert ha tényleg minden egyes alkalommal ugye így lőnél, ahogy ugye a highlight videókban vannak, akkor nyilván nem kéne highlight videót csinálni, mert ugye ez a szokásos, tehát már unalmas lenne, és csak egy vodot feltölthetném, mert ugye állandóan így lőnél, de ez misleading, mert lehet, hogy streamenként, ha talán egyszer így el tudsz lőni bárkit, és nyilván ezért fontos az ilyen highlight videóknak a kerülése, mert egyrészt félrevezető, és másrészt meg már szerintem senkit nem érdekes, egyébként is ezt mutatja a trend, hogy... Nem nagyon nézik az emberek, hogy ez olyan típusú highlightok, -ok, mint például, hogy amit a, a Ruben, a Kartasz csinál, vagy. Ő... Ki csinál még ilyeneket? És azért, látta, még Zsózi is. Ja, Zsózi is például. Szóval ezek tök fanik, meg tök jó szerintem. Úgyhogy já, ezek ilyenek. Uh, ja. Alright. Uh, amiről még szeretnék beszélni, az ugye itt a szabok. Május 7-én jött ugye két feliratkozó, hiszen akkor értem el egyébként, a május 6-május 7-e környékén ugye a, az érdekes státuszt, amit egyébként itt, uh, itt talán ír is, de nem biztos. De mindegy. Ugye már az 50 követő az bőven megvolt, a 8 óra stream az ugye az is eléggé gyorsan meglett, Ez az átlagosan három néző is egy idő után meglett, már ilyen 5 néztek -e? általánosságban, és akkor ugye itt van az, hogy hét különböző napon ez volt, amit ugye végül is ki kell pipálni, és így gyakorlatilag azáltal, hogy testettem ezt az érdekes státuszos dolgot, ö... így ö... ugye kvázi anyagilag feloldottam a különféle lehetőséget a, a, a Twitch-en, és ugye most a következő cél az ugye a partner státusz, de hát látjátok, hogy közel 80 órán streameltem, 30 napot streameltem végül is, ami ugye a 12 elvárt, és ugye átlagosan 75 nézővel kéne streameljek, de hát ugye ez eddig hétig jutott, szóval még meg kéne tiszerezni a nézőtábort minimum, ahhoz, hogy ez a De a fontos azt tudni, hogy ez a 30 napos teljesítmény nézi, tehát gyakorlatilag az utóbbi 30 napban 79 óra, nyilván ennél azért többet streameltem szerintem, sőt egyébként ki is tudom talán jelölni. Itt van, Május 1 31-ig összesen 79 óra 10 percet streameltem. És itt mutatja egyébként, hogy mik voltak ugye a leghosszabb streamek. Hát ezek ugye a Minecraftosak voltak főleg. 4 óra, 4 óra, itt is 4 óra, 3 óra. Szóval, ez ja, ezeket itt látjátok, hogy általánosságban azért egy ilyen... Meg azt nem tudom, hogy általánosságban véve mennyit streameltem. Átlagos egyéni néző. Aha. Volt olyan, amikor 78-an is rámentek a csatornára, ez meg érdekes egyébként. Még mi az, ami max néző? Na, várj, ez viszont lehet kiderül ebből. Na, Dani, igazad volt. Hello, Dani még itt van? Mondta Dani, hogy volt -e, amikor 19-en néztek, tessék. 19 max néző, 19 max néző, 18, 16, de általában egy ilyen 11, 10, hát igen. A maximum néző az 19 volt. Na, akkor mindenki hívja a családot. <laughs> Ugye, ennyi. Oké. Okay. Uh, ezek már átlagos csetelő. 16, 34 csetelő. Az most nem tudom, hogy 34 üzenet, vagy 34 ember csetelt egyszer, de hát az akkor kicsit kizárja azt, hogy még 19 volt az átlag nézben, nem is tudom, az érdekes. Uh, még mi az, ami érdekes? Átlagos chat üzenet, na az viszont érdekesebb lehet. 402 üzenette, jó ég átlagos a 173, de ez az ékemény. Ez a legnagyobb. 402 üzenet összesen. Ez durva. Ez melyik volt? Május 12. Mit csináltam akkor? Ja, akkor volt a Teamfight Tactics, hát igen. Úgyhogy... Na, hol vagyunk itt végül? Ja, a 173 volt az átlagos chat üzenet, ez kemény. Na jó, még amire akarok beszélni, ugye az maga a bevételi rész. Nyilván ez is talán érdekel titeket, sőt, nem merem fogadni. Ugye összesen három feliratkozón van jelenleg. Itt éppként írja is a Twitch, hogy milyen eloszlásban van ez a dolog, hogy 50-50, tehát hogyha 5 euróval feliratkozza, akkor abban én 2,50-et kapok. Elvileg, vagy legalábbis nem tudom, hogy így kéne működjön. Ami hát itt érdekes, hogy még ez nem... De mindegy, ez kicsit fura nekem egyébként. Hogy fizetőből csak 2, vagy 5,65 amerikai darna, mindegy de ennyi. Tehát 50-50-es megosztás van az első fokon, de az összes fokon, de egy, ugye az első fokozott támogató, tehát az 5 eurós feliratkozásban ugye három ember van. Ö, Robi, a Nutella és a Brumi. Ö, ti vagytok ugye hárman, akik ugye feliratkozók vagytok, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer. Ö, ja. Ö, én személy szerint nem tartom túlságosan Ö, jó megoldásnak a Twitch feliratkozást, mert ö, nem tudom, tehát 5 euró azért, hogy legyenek emótok, és kb. ennyi. Nyilván ez még nagyobb csatornánknál talán érdekesebb lehet, de hogy így összességében 5 eurót elkölteni havonta azért, hogy digitális dolgokat ugye feloldj, én személy szerint ennek nem látom az értelmét. Ezzel most nem titeket akarok de degradálni, úgymond. Jó, persze a Szabóli Stream. Nyilván ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy nagyobb csatornáknál ez mondjuk egy ö, advantage lehet a Szabóli Stream, de összességében. Ja, összességében. Ö... Mit akartam mondani? Ja, tehát én, én személy szerint nem feltétlenül fizetnék elő Twitch-en, de ezt mondom, mindenkinek rábízom, mennyiben ezt jó szándékat csináltatok, és tényleg nagyon szépen köszönöm nektek. Illetve hogy a bitekből is jött ugye összesen 2,18 dollár elvileg. És így összességében 7,90 dollárt kerestem a Twitchen, azáltal, hogy 30 napot streameltem, ami így átszámítva 2400 forint mondjuk, vagy 2500 valami ilyesmi. Úgyhogy a, hát a hirdetések az mindenkinél nagyon ló, tehát még a legnagyobb streamereknél. És valakinél láttam, hogy egy 10 volt, és mitő. Pár dollár volt mondjuk csak a hirdetés, de még talán annyi se, úgyhogy... Ö... Úgyhogy, ja. Hát ö, itt még vannak egyéb statisztikák, ezeken még így véggörgetek, hogy lássátok. Ö... Vagy esetleg majd a vod még ugye meg tudjátok állítani, ha olyan van. Ö, Igen, itt például ugye meg voltak a legnépszerűbb klipém, hát nyilván ugye a manuel volt ugye a 42 nézővel. Öö, meg ja, ez itt volt a manuális, ja de mind a kettő ugyanaz volt, úgyhogy, nem ezt én hoztam létre, ezt a Robi, de igazából a kettő az ugyanaz. De általában az ilyen danszos, dansos klipek voltak így a, a népszerűbbek, úgyhogy, úgyhogy a, de hát a klipeket úgy is meg tudjátok nézni a csatornában, hogyha olyan van. Jó, uh -huh. Hát ja, hogyha még a partner státusz az, ami van. Most a Twitch egy olyat hozott be, hogyha meg lesz a partner státusz, akkor 8 darab emót slotot instant feloldok. Tehát összesen 9 emótot tudnék adni a feliratkozáshoz. Most egyáltalán -e csak egy van. Ugye a kis high emót, meg ugye a másik, hogy a no you. De hát ugye nyilván ez még majd ugye csinálgatni kell a dolgokat. Jó. Ez mondjuk kemény lesz. Hát majd izálda. Hát ugye vannak ezek a channel pointok, -ok, nyilván azokat tudtátok használni ugye arra, hogy ö, különféle dolgokat beváltjatok. Most a zenekérést egyébként kilőttem, de ö, de majd mindjárt vissza fogom állítani, mert ez stream után. Illetve ugye vannak még ugye előfizetei hangulatok, meg ilyesmi, ezek különféle beállítások ugye, amiket feladottam, úgyhogy Úgyhogy, ja. Um, még mi lehet érdekes? Nem tudom. Összetevően nem tudom még mi az, amit meg tudnék mutatni, így... Ja. Ö, szerintem jöjjön gyorsan még egy Q&A szegmens, hogyha ha van kérdésetek, akkor ezt tegyétek föl, és akkor megválaszolom. Ö, közben egyébként gyorsan megnézem még, amiket írtatok, bocsánat. Én meg azért, mert Zsiga szólt nekem, hogy elkezdtél, de nem tudom, mennyire emlékszel még egy év, amikor SCP-t nem sem sonékkal, akkor beszéltem, mert igen, arra emlékszem, hogy SCP-ztük, igen, Five Minutes Craft, igen, igen, igen. Ja, Vendel, hát igen, ja, persze, hát ugye, amit az ati, Atis is, ugye vág, ugye a Atom, ugye a, a a, e, a csatornára, igen, hát például az is zseniális, hogy azok a highlightok. -ok. Kb. minden felkap a streamet YouTube-ról jött, vagy oda is tesz, igen. Honnap után, uh, igen, 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 uh, hát igen. Amúgy a ne lopd el a szüleid bankkártyát el van írva szerintem. Elírtam? Ó, oh, sorry. Amúgy is terveztem már a ezt az animációt, úgyhogy akkor már értem miért. Igen, igen, igen. Montás videó, hát igen. Itt, Ezt majd vissz visszapörgetni. Uh mm -hmm. XQC még ott is nézkes. Oké, <laughs> oké, okay, okay. stream után, oké, oké. Okay. okay. <laughs> is csak annyit érnek ilyen. Tízezeret fog gyűjteni azért, hogy annyit írja bele, hogy tanács. <laughs> uh, Oké, okay, oké. Okay. Minecraft RP stream menetrendjét hogy tervezett Brown? <síns> 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 Jó, srácok, most tegyétek fel a kérdéseiteket, és akkor meg fog válaszolni. Az első kérdése egyébként az, hogy Minecraft RP stream menetrend. Öh, nem tudom még. Uh, ezt majd megbeszéljük a Discordon, úgyhogy akit érdekel még egyetlen ez a Minecraftos dolog, az annyit szeretném megkérni hogy a globális tanácsos csetet azt nézze, és akkor uh, majd ott úgyis meg fogjuk közösen egyezni abba, hogy mikor játszunk, mert nyilván azt nem akarom, hogy megmondom azt, hogy ekkor játszunk, és akkor tértek, nyilván ugyanígy megint lesz majd egy szavazás, és akkor majd jöttök, majd nem, hát ezt nyilván rá bízom, mert nyilván nem, ez egy fakultatív dolog, úgyhogy nem, nem fogom kötelezni senkire se a dolgot. Hogy vagy? Jó vagyok, köszönöm. Uh, stream után nem. Uh, nem biztos, inkább úgy fogalmaznék, Robi. Mikor végzel Barna? Szia Barni! Igen, tudom. <laughs> érzem a, érzem a pressure egyébként. Uh, nem, nem sokára végzek, de egyébként mindjárt jövök Barni. Uh, tudom, 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 tudom. Tiszta vele. Már rájöttem egyébként, hogy már volt 9, igen. Úgyhogy bocsánat, my bad. Uh, és Dani egyébként fontos, hogy stream után Oké. Okay. Uh, bankkártyá... mi? Bank Kráty... Ja, értem. Na igen, ez nekem egy ilyen hülyeségem. Uh, ez szerintem amióta számítógépen gépelek, azóta nekem ez egy ilyen defektem, hogy. És egyébként tökéletes, hogy sokkal később tűnt fel valakiknek, és akkor onnan tűnt fel nekem is már, hogyha írok gép... gépelek, meg ilyesmi, akkor van, hogy mondjuk Például itt a bankár, tehát az a, a, az a és az R betűt, az például felcserélhet, vagy bank rá. Például. És ugye ez a, ez a két betűnek a felcserélése, ez nagyon sokszor előfordul, pedig nagyon szoktam figyelni arra, hogy jól írjak. Csak nyilván például még egy After Effects vagy egy ilyesmi, mert ugye nincsen feltétlenül. Igen, de igen. Ö, szóval ilyen After Effects-ben például nincsen feltétlenül helyes írásjavító, hogyha ilyenekben nem szokott feltűnni. De néha napján az én ám is előfordul, például rendesen valakinek írok, vagy ilyesmi, és hiába mondjuk kipirosozza, azt nem veszem észre, vagy ilyesmi, és akkor előfordul, hogy véletlen felcserélek ilyeneket. Jó, srácok, uh, nekem minden betény <laughs> Jó. Uh, van-e kérdés még, srácok, a streammel kapcsolatban, a statisztikákkal kapcsolatban, a streammel, vizuállal, bármivel kapcsolatban még van-e valakinek kérdés, vagy ha nem... Akkor pedig majd el fogok köszönni, de még gyorsabban megvárom, hogy hát van még kérdés. Már még van egy kis késletet, és mire jut hozzá, a dolog. Utána pedig majd megyek is. Mondd el a menetrendet. Ó, oh, yes, igen, azt beígértem, azzal akarom majd zárni a streamet természetesen. Mennyi életet felbérel, mert most már nem kell vennem a mosógépen. <laughs> İyi ben. Eee Élvezted ezt az egészet összességében? Igen. Sőt, ö, talán most már elmondhatom így nektek, bár egyébként akik a hajnali streamon ott voltak, azok már ö, tudnak erről. Ez egész 30 napos dolog. Ez valamilyen szinten magam miatt is történt, ö, illetve valamennyire kísérlet is volt, és ez tudom, hogy kicsit fura hangzik, de tényleg kíváncsi voltam arra, hogy mit lehet kihozni 30 nap alatt abból, a streamelek. Az fontos tudni, hogy ez nem reprezentatív dolog, tehát hogyha valaki most elkezd 30 napig minden nap streamelni, az, az nem... Egyébként én személy nem támogatom azt, hogy minden nap streamel valaki, meg kell a pihenés, meg ilyesmi, de ez egy jó kísérlet volt arra, hogy honnan lehet eljutni a Bobbi-be. Nyilván nekem már volt egy követő, alapkövető táborom, szóval így nem volt nehéz ez a, ezen statisztikák összehozása, de szóval nyilván ezt nem tudom azt mondani, hogy ha valaki nullára kezdi, akkor ezt tudod elérni 30 nap alatt, ezt úgy tudod elérni, nyilván, hogyha van egy alapkövető táborod, talán, vagy ilyesmit, te érted? Úgyhogy ez, ez mindenki ne legyéni. Én ezeket a tapasztalatokat próbáltam így átadni nektek, amiket most így elmondtam, ezekből én is tanultam, de de ja, összesen egyébként élveztem, és ugye um, Ja, miért nem ez a YouTube-neved videó? Hamarosan így van. E... Szóval, ja, élveztem, és nagyon... igazából azt élveztem a legjobban, hogy itt vagytok. Tehát, tényleg ez ne nekem nagyon szuper volt, hogy egyetlen legalább egy ember nézte a dolgot. És főleg azt hogy itt vagytok most is 11-en, ez is annyira durva, hogy van egy 11 ember, akit érdekel azt, hogy én itt mit csináltam, meg ilyesmi. Szóval ez, ez tényleg nagyon szuper érzés. De egyébként ez a 30 nap ez valamilyen szinten magam miatt volt, mert nagyon kiestem ebből az egész tartalomgyártásos dologból, mert nagyon uh, felszenteltem az életemet a munkának. Uh, tényleg nagyon, igen, sokan mondták, azt, hogy munkabániás vagyok, meg ilyesmi, és ez nem, jó, persze, valamilyen szinten lehet igaz, de igazából csak szeretem azt, amit csinálok, és, uh, és nyilván motivált vagyok, elhivatott, úgyhogy nyilván emiatt nagyon rászántam minden egyes időt a munkára. Ugye sokszor volt, hogy hétvégén is dolgoztam, tehát ő még csak azt se lehetett feltétlen volna, hogy még hétvégén bármit is csináljak. az a gond, hogy ugye csomószor ugye az van, hogy ilyen fáradok, és ugye nincsen kedvem vagy időm. Ha meg ugye lenne időm, akkor meg kedvem nincs, szóval ez kicsit ilyen ö, ö, kicsit ilyen oda-vissza játék, mert van el is, még kedvem van, de még időm nincs, tehát ez nagyon-nagyon be lettem ebbe így szorítva, és egy eléggé el, távolodtam ettől a tart, ugyan blog bármilyen kreatív dologtól, vagy bármilyen dologtól, ami ugye engem így, euh, amivel ugye így el tudok lenni, tehát bármilyen ilyen kreatív, saját magamnak ilyen kreatív dolog. <laughs> is azért volt, volt egyébként. <laughs> ja, volt, persze, hogy volt. Az a így az utóbbi két hétvége volt olyan, ami így keményebb volt, mert ott gyakorlatilag nem nagyon pihentem, úgymond. Mert ugye nyomtuk ugye a Minecraftot, amelyik olyan tök szuper, és nem neki, de ezt ne értsétek félre, csak hogy nyilván így ilyen szempontból nem tudtam hogy 100 így például pihenni, ugye a két hétvégem, de e, amúgy meg egyébként tudtam pihenni mellett úgyhogy azért nem olyan rossz az, hogy minden nap kezd streamálni, csak nyilván ö, sok tehát tényleg, tényleg, tud fárasztani egy idő után, úgyhogy ezért is fogunk majd beállni egy bizonyos menetrendre. Mindig is tudni akartam, hogy mi az a nagyon nagy levél mögötted. Ennyire látszik amúgy. De egyébként ez egy ilyen ikeás levél még nagyon régóta, úgyhogy, vagy ne, ne, nagyon régről. Ez szerintem azóta megvan, amióta... Hát azt nem tudom, ez szerintem még, hát ez nem több tíz éve megvan egyébként, tehát ez egy ilyen kis dísz, basically. Ja. Uh, yeah. Egy perc vagy egy nap. Uh, kis híres beszélgetés, így van. Jó. Uh, Oké. Okay. Milyen levél? Uh, itt... Itt van egy ilyen nagy, ilyen levél. Csak most pont nem látszik annyira, mert sötét van. De... Igen. Az, az ott. Itt, itt. Itt, az, á... itt az ágyam fölött ez egy ilyen dísz, basically, De egyébként semmi, csak egy dísz, ténylegesen. Jó. Szerintem a legtöbb dologról beszéltem, a legtöbb dolgot elmondtam. De igen, azt akartam még befejezni, hogy ez magam miatt is volt ez a 30 napos dolog, kicsit visszarázódjak ebbe a dologba. Ugyanis most úgy alakítottam az életemet, hogy fogok tudni. A videókat csinálni, meg egyéb kreatív dolgokat. Kvázi lesz, úgymond én időm, ezt itt kicsit furánkzik, de végre egy kicsit saját magamról is tudok időt fordítani, és ez abban fog majd meg megmutatkozni, hogy lesznek ismét videók a YouTube csatornámon, ráadásul rendszeresen. A YouTube-as dolgokról még nem fog beszélni, mert az még folyamatban van, de azt már most meg tudom ígérni, hogy lesznek videók. Heti rendszerességgel majd lesznek videók. Azt, hogy mikor, azt még nem tudom de lesznek. Ez 110 os itt meg tudom ígérni nektek, mert direkt úgy rakítottam ki a, az életemet, hogy ez működjön. Me time, igen, angolul. Úgyhogy... Ö... Úgyhogy, ja. Lesznek videók, és igazából alig várom, hogy lássátok, és nagyon, nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz a reakciótok. Meg jó lenne így visszahozni az embereket, a csatornán, és ugye nyilván még fejleszteni is a csatornát így ö, videók szintjén is, meg akár így nézőtábor szintjén. Úgyhogy a, igazából ez a 30 nap ez nagyon jó volt nekem arra, hogy a tartalomgyártásnak a különféle ilyen kis dolgait ismét meg tudtam mozgatni, mert ugye képeket kell csinálnom, animációkat, hollapot csináltam nulláról, ugye programoztam, tehát gyakorlatilag egy csomó olyan kreatív dolgot csináltam, amit amúgy szeretek csinálni, csak eddig az, az utóbbi időben nem nagyon volt rá egy időm, meg, meg effortom, és most végre ez egy kicsit euh, tudott nekem adni ez egész 30 nap, legalább ilyen szempontból. Úgyhogy a, a jövőben a streamek, mikor váltak, ha már itt vagyunk a stream végén, igen, nagyon van srácok, egyébként ez um, Inside news van valami info, folytatás videók, stb. Azt azt hiszem, valami green screen szerint. Aha. Na, uh, Inside news már elmondtam jó párszor, hogy át fog alakulni, valószínűleg ki fogom terjeszteni, és elképzelhető, hogy íróadás lesz belőle, de ez még egyelőre csak ilyen kis terv, még folyamatban van, még egy csomó dolog csak terv, de olyan tervek, amiket meg fogok valósítani, 110%-osan, azt nem tudom, hogy mikor, de mostanság. Úgyhogy ennyit tudok elmondani minden egyes videós projektről, hogyha most végig kérdezhetném mindenki az összes projekt, sorozatomat, mindenkire ezt fogom tudni mondani, hogy átalakul, de lesz. Azt, hogy mikor, azt még nem tudom pontosan. Na jó van, srácok. Szentem ennyi volt, hogy elnézem, kifolytatok a kérdéseből, és ja. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy végkövettétek ezt a ezt a 30 napos kis kihívásomat, és nagyon örülök neki tényleg, hogy, hogy így kialakult ez a kis közösség. Még a legén azt mondtam, hogyha majd látom értelmét a folytatásnak, akkor folytatni fogom, de látom az értelmét a folytatásnak, úgyhogy folytatni fogom. És hogy mikor? Nos, a reveal, most jön. Micsoda? És miért nem volt videó-videó? Mikor lesz? Ó, oh, lesz, lesz. Szóval, látom az értelmét a folytatásnak, fogom is csinálni, viszont az fontos, hogy amit most fogok mondani, az szintén ugyanabban a kategóriában tartozik, mint a 30 napos dolog, hogy a változás joga fenn van tartva. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ha bármi közben jön, vagy ilyesmi, akkor nyilván vagy később lesz, vagy át lesz rakva, vagy ilyesmi, nyilván emiatt ugye kövessétek a különféle Uh, hírcsatornákat, Facebook, Insta, Youtube, uh, közösségi felület nyilván például, vagy, vagy egy tényleges egyébként de a Discord, ugye a legegyszerűbb, majd a biztos 110 ki fogom írni, de például a másik ilyen fő platformja az Insta, és azonban is az Insta Story, úgyhogy ha bármi változás történne, akkor ezekről akkor tudtuk tudni, de amit meghatároztam magamnak menetrend, az csütörtök és vasárnap este 8 óra. Nekem nagyon bejött egyébként ez este 8-as kezdés, mert ez egy pont olyan ö, dolog, hogyha ugye vissza fog térni például majd az irodába, ö, ugye hétköznap, akkor ugye általában én este hétre érek haza, és ez nekem egy tök jó dolog, hogy így 8 fog tudni kezdeni, de a bármilyen dolog közben, amiatt mondjuk később lesz, vagy át lesz rakva másnapra, akkor nyilván fog szólni. Úgyhogy mondom még egyszer, a Twitch-es stream menetrendem az csütörtök, és vasárnap este 8 óra, az, hogy miket fogok csinálni, az, az még egyelőre kérdéses, az majd ki fog alakulni szerintem. Tehát lehet, hogy kicsit ilyen randomizálva lesz, éppen ami ez lesz szerintem kedvem. Illetve az, hogy a Minecraftos dolgok mikor lesznek, az is egy jó kérdés. Azt is majd meg fogjuk közösen beszélni. Nyilván ezt meg fogom szavaztatni, hogy legalább ott legyünk már minden nyerem, amikor kéne. Úgyhogy a... Ja, pont a legjobb napokat választott. MCRP gondolom lesz. Lesz persze. Uh, ja. Évértéket ajánlom megnézni a ré... Bocsát, ó. Oh. Évértéket ajánlom megnézni a trésztet, ezt a 2019 18 es igen, egyébként a évértékelőmet érdemes megnézni. Az, az évértékelőm azért jók, mert ezek tényleg értékek az adott évet, hogy éppen mit csináltam abban az évben, úgyhogy azok ilyen időkapszula szinten is tök jók visszanézni amúgy, hogy éppen honnan, hova jutottam ugye az, abba az adott évbe. Úgyhogy, ja, Várjál, 16, 17, 18, 18, 4 darab év értéke van, tök durva. Idén lesz az ötödik. Brutál. <laughs> ja. Nem sok mindent. Én, én most is nézem. <laughs> Na jó van, srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Most autózenem nem lesz, mert most nem akarok keresni, de e, majd ha visszaállunk erre a menetrendre, akkor, akkor onnantól te minden vissza a helyére. Most el fogok köszönni, és csütörtökön este nyolckor találkozunk. Legyetek jók, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!